Na csácsumi csőtészt a csokolád és traktorkerék, szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy tutoriál sorozattal Farming Simulator 19-hez, amiben meg fogom mutatni, hogy szerezzetek rengeteg pénzt iszonyatosan rövid idő alatt ebbe a játékba, csalás nélkül. Kössétek be az öveket, mert pörögni fogunk, mint a trágyaszóró. 3, 2, 1, 0! Amint beléptünk ugye a játékba, akkor érdemes csinálunk egy olyat, hogy elugratunk a bolthoz. Ott elpattogunk a bankautomatához, amit tudom, hogy menüből is el lehetett érni, de úgyis itt kell lesz dolgunk, úgyhogy érdemes akkor már itt gyorsan megcsinálni. Ugye mindenféle modifikáció nélkül játszok, mindenféle csalás nélkül játszok, és így fogunk minél több pénzt elérni, minél rövidebb idő alatt. Próbálom azért elmagyarázni, hogy mit, hogyan érdemes csinálni, szóval ez egy kicsit időveszteség lenne, sokkal rövidebb ideig tartana, ugye, hogyha ezt nem kellene elmagyaráznom. Szóval ez vegyétek hozzá a történethez. Na, hogyha megvan a pénzünk, 1,5 millió pénzünk van, ugye, játék kezdetekor, így, akkor érdemes venni területet. A játék egyébként megpróbálja a szádba rágni, hogy vedd meg ezt a terület együttest, ugye a 21-25-26-ost, ami a legnagyobb hülyeség, amit elkövethetsz a játékba, főleg itt a legelején, úgyhogy ne tedd meg semmiképpen, ez a terület szar. Azért is szar, mert nagyon kicsi területek vannak, a 21-25-26-os legkisebb területek az egész játékba, és borzalmasan nehéz megművelni őket, mivel külön vannak, szarul vannak elhelyezve, a terület maga rettenetesen sziklás, tagolt, tele van szeméttel, kacattal, mindennel, amire nincs szükséged, és nem jó. Nem jó, nem jó, ne vedd meg semmiképp. Megráadásul terjeszkedés szempontjából is ugye 24-es, 25-es, 26-os után 19-es költ meg tudod venni, aminek megint gyakorlatilag a fele erdő, amihez ugyan kellenek különböző speciális gépek, meg minden kutya szar, ami nem kell. 23-as is, és az közelben lévő területek, megnézitek, itt mind kicsik, és nem jók. Ezért inkább valami nagyobb területet érdemes venni a legelején. Megnézhetjük itt, mondjuk mi van közel ugye a bolthoz, az is domináns tud lenni, mivel igazából mi van frekventálhat helyen. Mert ugye meg ha 24-es, 25-es, 26-os veszed meg, akkor ugye az még ráadásul ki is esik mindenhonnan. Érdemes akkor itt a bolt közelében nézzünk körül. Hát van itt egy 847 ezer ér, egy 13-as földünk, ami nem tudom, hogy miért ilyen magas árban van, mert ha megfigyeled, akkor mondjuk a 12-es, az is 856 ezerbe kerül, ez is 847 ezerbe kerül, és a 6-os az meg viszont csak 438 ezerbe kerül, amikor körülbelül akkora, mint a 12-es. 12-es egy picit nagyobb, de mégis a gyakorlatilag felár. Érdekes. Úgyhogy érdemes megnézni, milyen a területeket mielőtt veszel, mert sokszor nem a terület mérete domináns, hanem gyakorlatilag vannak ilyen random faktorok, amik befolyásolhatják az árat. Na, a 6-os az nem lenne rossz, ugye 438 ezer. Egész jó. De nézzük meg a 7-est. 644 ezer. Gyakorlatilag idézőjelben nem sokkal drágább, viszont baromi nagy a 7-es. És a 7-esnek van egy csomó előnye még. Egy az, hogy a map mértani középpontjába fekszik, ami egyszerűen tökéletes, mivel ugye kb. Egyforma távolságra van mindentől, akárhova kell szállítanod, akkor az jó nekünk, meg még ráadásul a bolt is elég közel van. Igen, úgyhogy ez egy nagyon jó választás lesz, meg is vesszük. Nem húzom tovább az időt, majd közben még beszélgetünk róla. Hogyha ezzel meg vagyunk, érdemes megnézni az a terület, amit megvettünk, azon mi van? Repce. Nem repce? 7-es. Sőt, szójabab van rajta, gyerekek, ugye? Szójabab? Igen, szójabab van rajta. Hú, ez nagyon jó. Érdemes megnézni, milyen stádiumban van. Növekedés. Várjatok, ugrassunk oda valamennyire? Mondjuk ide ugratok, és akkor megnézzük a növekedési stádiumját. De mondjuk láttuk ugye a mapon is, de... Aha, mindjárt beérik. Viszont akkor már pörgetem is az időt, addig, hogy beérjen, ugye? Érdemes kapásból itt az elején, ugye? Akkor pörgetni. Itt még ugye nem lépnek fel nagyon plusz költségek, hogyha pörgeted, ez nem úgy, mint hogyha bérelsz dolgokat, meg ilyesmi. Úgyhogy belepörgetünk annyira az időbe, hogy ugye nem is tudom, hogy van beállítva a növényfejlődés. Remélem, hogy gyorsra van állítva egyébként. Környezet kamera érzékenysége, nem tudom, hol van az? Növényfejlődés gyorsan, igen, növényfejlődés gyorsan legyen, növények elszáradása ne. Jó, igen. És akkor nyomunk egy mentést is. Igen, ez ugye nőjön, érdemes, mindenképpen. Akkor amíg ugye növekedik, addig meg kellene vennünk a gépeket. Ugye ezt akkor le kellene aratni a mi kis szójababunkat. A szójabab learatásához kellene venni egy betakarítógépet. A betakarítógépek közül, én nagyon ajánlom itt a legelején, a játék legelején, a T560-as John Deere-t. Viszonylag teljesítmény és árérték arányba egész kis kellemes jármű. Ugye lehetne különböző esetleg még
még hernyó talpat is rakni rá, meg mindenfélét. Én nem ajánlom, mert egész egyenes ez a terület, mint a kezdő területünk. És nem rossz. Ugye ezen kívül még szükségünk lenne egy aratószerkezetrehez. Ugye van ez speciálisan T560-hoz egy aratószerkezetünk, ugye szépen viszi a babot, oké, és akkor vásárolhatjuk is meg. Na, most már ugye van egy olyan dolgunk, egységünk, amivel várjátok, vissza kellene ugratnom oda, hogy tudjam prezentálni közben. Van ugye, le tudjuk aratni gyakorlatilag ezt a föld területet, ami nekünk már egyszer nagyon szuper. Ezen kívül ugye, mit kell még csinálni az a területtel, hogyha ez megvan? Hát ugye el kellene vetni utána. Hogyha munkagépet veszel, és nem munkagépet, hanem eszközt veszel, akkor érdemes, én mindig úgy csinálom, hogy először vedd meg a eszközt, utána vedd meg a traktort hozzá. Mert ugye akkor látod, hogy milyen teljesítmény szükséges. Veszel egy traktort, és esetleg utána látod, hogy hoppá, pont egy kicsivel nagyobb teljesítményű munkaeszköz, munkagép kell volna ahhoz az eszközhöz, akkor nagyon rácseszel. Ugye, na, vetőgépek. Ugye először is el kellene dönteni, hogy ültetni akarunk, vagy vetni. Egyébként a babot, azt mind a kettő tudja ültetni, és lehet megvetni is, érdekes módon. A vetőgépnél, ugye is itt van a bab, és az ültetőknél is itt a bab. De viszont más, ugye teljesen más az egész. Én inkább vetni akarok. Érdemes egy olyan vetőt venni, ami annyit tud, hogy egyből, itt ez, előtte nem kell talajlazítás, vagy ekével szántás. Az azt jelenti, hogy nem kell. A nem kell, az nem azt jelenti, hogy nem ajánlott. Tehát előfordulhat az, hogyha időszakos szántás be van neked kapcsolva, hogy bele tudod-e vetni a magot a földbe kapásból, akkor is, ha kéri a szántást, viszont nem lesz olyan jó hozamot. Úgyhogy ezzel számolj. Tehát akkor nem kell szántás, de jót tesz a földnek, tehát ajánlott. Úgyhogy ezzel számolj, tehát belevetheted, de nem lesz olyan tökéletes. Na, akkor, vetőgépek. Igen, egy olyan, de viszont ugye az időszakos szántás nem mindig kell, tehát akkor érdemes azt csinálnod, hogy egy olyan vetőt veszel, amelyik egyből, ugye, talaj, ne kelljen kultiválnod természetesen. Jó, ez megvan. Akkor, hogyha ez megvan neked, akkor viszont kell egy olyat csinálni, hogy oké, akkor ezt meg is vehetjük, ugye Rapid A600S, ez tök jó nekünk, nagyon boldog vagyok. Nem, nem szabad megvenni, mivel akkor már olyan vegyél mindenképpen, amelyik egyből trágyáz is. Ugye, hogyha nem kell kultiválnod egyértelmű olyan vetőt vegyél, amelyik nem kell kultiválnod előtte, akkor megsporolsz egy gyakorlatilag egy egész folyamatot. Tehát egy nem kell végigmenned egy kultivátorral földön. Hogyha olyat veszel, amelyik tud trágyázni is, akkor meg nem kell végigmenned még egyszer a földön a trágyázása, hanem akkor egyből meg is van trágyázva. Szóval érdemes egy olyat venned, amelyik egyből kultivál, trágyáz, vet, és akkor így három folyamatot egy folyamat alatt meg tudsz csinálni 9 méter szélesen ráadásul, ami egész kis kellemes. Jó, tehát akkor meg kellene vennünk ezt a gépet. Viszont van egy kis probléma, 270 lóerős motor kell, nem baj, vásárlás, rendben. Hogyha bérléseket mondjátok, hogy jó lenne bérelni, én olyan eszközöket, amiket valószínűleg sokáig fogok használni, olyanokat nem szoktam bérelni, mert mondjuk egy-két hét alatt már annyit fogsz kifizetni bérleti díjra, mint az egész eszköz, és akkor már nem éri meg, érted? Úgyhogy akkor mindenképp ezt így csináljuk. Megint vettünk egy járművet. Akkor ugye megvan a vetőnk. Viszont a vetőhöz kellene nekünk egy olyan traktor, amik minimum 270 lóerős. Kis traktorok között szerintem szóba se jöhet olyan, a legnagyobb is 145 lóerős. Közepes traktorok között a GCB-be, ha lehetne nagyobb motort rakni, nagyon örülnék neki, de nem lehet berakni nagyobb motort. Viszont a nagyobb GCB, az meg biztos vagyok benne, hogy már rohadt drága, 310 ezer, nem kell. Arra más nincs szükségünk, meg nincs igazán nagy pénzünk. A közepes traktorok között van egyébként az 6R Johnny, ami 280 paci, meg esetleg meg is tudjuk fejelni 300 lóerőre, esetleg később is, meg még ráadásul homloklakodó csatolót is tud, és ami nagyon fontos, ha egy traktort veszel, hogy legyen első TLT-d, és ha ugye 3 pontos csatoló természetesen ahhoz hozzá, mert akkor tudsz az elejéréshez közt rakni. Ez nagyon jó, ez nagyon fontos, nagyon nem jó, hogyha nem tudsz. Ugye például akkor válogathatod a súlyok között, ráakasztasz súlyt, ráakasztasz kaszát, vagy egy csomó mindent tudsz variálni. Ne vegyél olyan traktort, amelyiken nincs DLT elől, ha csak nem egy ilyen speciális traktort akarsz, amire bizonyos dologra használsz, és nem biztos vagy benne, hogy nem kell rá DLT, de akkor is azért inkább válaszoljat, amelyiken van DLT és 3 pontos csatoló. Jó, vásárlás. Hát ez megint egy kicsit nem volt olcsó, maradt még 188 ezerünk. Közben elnézek arra a
csúnya földre, hogy ugye nem is kell oda sétálnunk, hogy növekszik. Betakarításra kész, fog lenni nem sokára, szóval. Szóval akkor pörögjünk fel még jobban. Na, mire van szükségünk? Le tudjuk aratni. El tudjuk vetni. Mire van még szükségünk? Szükségünk lenne egy darab pótkocsira. Egy darab pótkocsi megvételeivel bővítjük egy kicsit ugye az arzenálunkat. Úgy vagyok vele, hogy az a pombány egyébként 10.000 literes tartálya van. Ahhoz érdemes igazítani a pótkocsidat. Úgyhogy ha veszel egy ilyen 14.000-est, akkor ez szopni fogsz, mert gyakorlatilag kétszer nem fogsz tudni leüríteni. Minimum egy 21.000 literes, vagyis egy 20.000 literes kell, egy 21.000 literes, ez nekünk szerintem teljesen jó. Lehet itt választani különböző dolgokat, széles gumi, ilyesmi nem érdemes. Spórolunk valamilyen szinten, ugye hatékonyság, az a hatékonyság, és az agresszív terjeszkedés, ezek a fő szempontok ebbe az egész projektben. Itt még mindig növekszik, szóval még van egy kis időnk itt bohóckodásra. Sőt, nincs is nagyon időnk bohóckodásra, csináljuk azt gyerekek, hogy megyünk is a kombájnnal, addig valószínűleg be fog érni. És ugye már is, amikor odaérünk, már tudjuk aratni, és akkor utána tudjuk folytatni a dolgokat. Érdemes ugye egyértelműen a kombájnnal oda menni minél hamarabb, mert arra lesz szükség. Például ne vigyük oda a vetőt először, amikor nem azt fogjuk először használni. Ja. Ah, egész jól néznek ki az éjszakai fények. Ez itt indexel? Jó. Gyere haver. Remélem másik az nem erre jön. De erre jön. Ja. Mindegy. Erre nagyon szépen. Egyébként nagyon közel van ez a földcsoport, ez a 6-os, 7-es, 12-es, 13-as, ez nagyon közel van a nagyon közel van a üzénkhez. Volthoz, úgyhogy ez tök jó. Ezt itt érdemes azt művelni. Az is egy szempont, hogy ugye ne kelljen nagyon messze menni. És még egy dolog nagyon fontos tud lenni. Majd erről közben beszélek. Próbálok itt tényleg folyamatosan mindenről beszámolni. Jó, várjátok, inkább megyek itt, és akkor nem kell tökörészni. Itt a 12-es, meg ugye előtte van a 6-os, meg a 13-as, ezek nagyon nagy földek. Akármelyiket is veszed meg az elején, akkor tök jól nyersz vele, és nem ilyen kis pöcs földeket kell művelned, három darabot, mint amit ugye próbál ráderöltetni a játék a legelejét. Úgyhogy ez így tök jó. És úgy látom, hogy már be is érett a cucc, úgyhogy neki is lehet indítani a kombájnunkat. Én fogom pörgetni az időt reggelig, mert nem szeretek nappal. Nyomtam egy segítőt. Nem szeretek éjszaka ügykörni, de viszont ugye már tudjuk kezdeni itt a projektet. És akkor hadd szóljon, így keresztbe nekiállom aratni. Ez egy nagyon, egyébként ez egy... És hogyha megnézed, ez egy barom nagy föld, úgyhogy erről már tudsz leszedni bőven anyagot. És ráadásul bab van rajta, ami az egyik legjobban fizető dolog a játékban. Oké, srácok. Hát ez már mehet, csinálhatja is. Visszaugratunk erre a helyre, de viszont itt egy kicsit átgondoljuk a dolgokat. Ugye van egy nagy teljesítményű traktorunk, amivel a vetőt tudjuk működtetni. Viszont én... Nagyon szeretem, ha van két traktorok. Várjátok, nem. Meg kell néznünk valamit. Mindig nézzetek meg, hogy mire van szüksége a földnek. Amint látjátok, nem ír sem meszezést, sem szántást igényelt. Ugye itt is meg tudjátok nézni, hogy mi kell neki, és nincs. Ugye, hogyha szántást igényelne, akkor piros lenne. Itt ugye ez a tarló. Hogyha mész kellene hozzá, akkor ugye ez a kék színű lenne az a tarló. Mit csinált az? Ott miért hagyta ki, vagy csak bugolt, jó. Ugye emiatt a bérköltséget támogat. Emiatt ugye most nem kell venned ekét. Én az időszakos szántást benhagyom, hogy kelljen, legyen az, hogy nem mindig kell szántani, ugye, de azért legyen bizonyos időszakonként, meg a messzezést is behagyom, mert a feature-t belerakták a készítők, legyen, ezzel fogunk dolgozni, nem fogunk minden segítséget, mindent alapra kikapcsolni, mekkora igazából semmi értelme nem lenne. Jó srácok, ugye ez eddig nagyon jó. Ugye ilyenkor az üzemanyagot fogyasztja, gyakorlatilag az vonja csak le a bérköltséget a gép után. Egyébként elég gyomos ez a terület, ahogy nézem.
Ó, jó gyomos, igen. Igen, jó gyomos. Jó, hát mindegy, ez az van. Amíg learadt, addig... Hát belassítottuk az időt. Jó gyomos. Hát nem lesz a legfaszább a húzam. Mindegy. Mennyit rakott bele? Az a 8 alatt egy kör alatt. Oké. Na, azt akartam mondani, hogy nekem nagyon fontos az, hogy legyen kettő traktorom a legelején. Érdemes egy kisebb, nem is a legkisebb, de egy közepes traktor venni, és én amit nagyon preferálok, hogy mindig egy... Hát a gyomoz nagyon sok van ezen a földön, jó. Igen. Sajnálatos módon. Jó, mindegy. A... Nem szok. Jó, ez van, srácok, ez ilyen. Ja, akkor... Ami nekem nagyon fontos, legyen még egy traktorom. Veszünk egy traktort. Kis traktorok közül a Fentet javaslom. Ezt a favorit 500-ast. 76 000-be kerül. Kicsit meg lehet tuningolni. 115 lóerős motorja van, és 50-nel, vagyis nem is pontos 50-nel, hanem 53-ban tud menni. Ez nagyon jó, és még ráadásul van rajta első 3 pontos és TLT. És hogyha braksz bele esetleg egy 515 C-s motort, akkor már is 150 lóerőre ugrott. Baromi jó, fürge, tök jó használható, kisebb munkagépeket teljesen jól el tud visszegetni. Ezt meg is vesszük, és még mindig van 65 000 tartalékunk. Viszont most már megvan gyakorlatilag minden olyan dolog, amire nekünk szükségünk lesz. Most annyit kellene csinálni, hogy érdemes azt csinálni, ugye, hogy veszünk nagy zsákokból, szilárd műtrágyát, egy darabot, majd megmondom, hogy miért egy darabot, mert érdemes az elején nem hurcolászni, meg nem tökörészni, big magot is veszünk, vagy mi a rák ez, ja, big bug mag, és ezeket betöltjük a műzébe, a vetőnkbe, és már mehet is ugye, mivel ez tud egyből tarlóba vetni, nem írja ki a föld, hogy szántást igénye, nem írja ki, hogy ugye kellene nekünk meszeznünk, ezért egyből mehet ugye a vetés, tehát baromira jól fogunk vele. És utána is látjátok, hogy babot választottam, és babot fogunk vetni bele. Mehetünk vissza, mehetünk bele. Ez a traktor, ez pontosan jó lesz erre a vetőre, hát egy picit épp hogy jó, de ugye nem tényleg kellemesen fog ez működni, ez is 53-mal fog teperni. Én nagyon szeretem a gyors traktorokat. A gyors traktorral ugye például egy távol fele egy időt teszel meg. Például, hogyha el kell menni valamit, el kell vinni valamit, mondjuk szemet el kell vinned, terményt eladni, akkor ugye annyi idő alatt, mint hogy elmennél oda egy gyors traktorral, egy lassú traktor, egy fele olyan gyors traktorral gyakorlatilag, fele annyi idő alatt, mármint amíg a gyors traktorral meg is fordulsz, vagy egy fele olyan gyors traktorral csak eljutsz oda, értetek? Úgyhogy érdemes egy baromi gyors traktorokat venni. A GCB-k azok jók, gyorsak, annyira nem gyorsak egyébként talán, mint a 17-ben, jól emlékszem, csak a kicsi az csak 60 valamennyivel tud menni, ott már annyira nem olyan nagy különbség van. Lehet, hogy érdemes egyébként venni már izét is. Esetleg egy teherautót későbbiekben természetesen, viszont a traktort azt tudod ugye mindenre használni, azért ugye jó tud lenni. Na jó, még egyelőre nem indítom meg ezt. Ugye munkással fogjuk vettetni, a munkással vetteted, akkor ugye nem fog kifogyni a mag, meg semmi, azért csak egy darab zsákot vettük. Tudom, hogy ugye akkor vonja a melóstól, ugye vagy gyakorlatilag folyamatosan fog fogyni a pénzük, de nem baj. Na, látjátok, hogy nem, itt jobb oldalt alul írná ugye, hogy szántást igényel, vagy pedig meszezést, nem írja egyiket se, tehát akkor nem lesz rá szükségünk. Jó, már másra nincs szükségünk, mint a fent elhozzuk a pótkocsit, a fent ezt a kis futkozós járművünk, esetleg, hogyha kell majd később meszezni, akkor ugye ezzel tudunk meszezni, meg ilyen apróságokat, sőt, még esetleg az ekét is ez elég kellemesen el fogja tudni húzni, úgyhogy nincsen semmi gond, már is, megvan, egy gyakorlatilag most itt, így, úgyhogy nem is bérlünk semmit, megvan a full gazdaságunk, úgy, hogy gyakorlatilag tudjuk csinálni a vetésforgókat, tudunk aratni, vetni egy baromi nagy földet, a hetes földet ugye, úgyhogy ez jó. Igen, megyünk üríteni, leürítünk és már is vetjük bele a következő adagot, és akkor figyeljük, hogy vannak. Várjatok egy kicsit a beállításokra, hadd nézzek rá.
Növényi fejlődés gyors, oké, termény meg, igen, a kötelező időszakos szántás, igen. És azt írja, hogy a hozam magasan tartásához, tehát nem kötelező. Azt ne felejtsétek el, hogy nézzetek mindig rá, hogy kell-e, kéri-e, mert nem fog, be tudjátok vetni, és bevetitek, és nem lesz olyan jó. Mi szüksége, és ez is. Ez is kell, ez is jó. Nőjön egy gyomasz szántóföldeken. Hát, hogyha már be van ez a feature, akkor nőjön gyomasz szántóföldeken. Egy a fene. Még valamit meg akartam nézni. Igen, ez vásárlás, koszolódás, az legyen gyors. Automatikus motorin, igen. Ez jó. Igen, mag után vásárlás. Igen, hogyha segítővel dolgozunk, ugye akkor... Oké. Nyomunk egy mentést, aztán hadd szóljon. Itt meg ugye már csak izé, mi van, kilométer, hektár. Úgy látom, hogy jó. Visszakormányzási sebesség, ez legyen kicsit gyorsabb. Jó. Oké, srácok, beállítottunk egy kicsit. Ez elment egy kis idő. Ilyen kicsit gyorsabban kormányoz vissza, az nekem jó. Ja, elég jó ez a traktor, nagyon gyorsan. Most ugye emelkedőnek megyünk fölfel, és látjátok, hogy viszonylag gyorsan. Gyorsan gyorsul. Én nagyon-nagyon tetszik nekem. Az olcsóbb traktorok közül szerintem az egyik legjobb ez a kicsi fent. Homlokrakodót tudsz rá csatolni. Első TLT-je van. Gyors is, mint az őrült. 150 paci, ami azért használhatóvá teszi valamelyest. Mégse egy ilyen kis pici 110-100 lóerős körüli traktor. Úgyhogy ez jó. Ilyen kis futkozós, szemszállítós traktornak ez teljesen megteszi. Na, nézzük meg akkor mennyi van a kombájnunkba. És az a lényeg, gyerekek, megvan a hetes földünk. Egy nagy, nagyon nagy föld. Ha meg is nézem mennyi van benne, azt akkor nem kell idejadom. Há, 7800, álljam meg segítő. Kiürítek, jó, mert... Kiürítek, mert a következő kört már nem fogja elvinni. Jó. Rendben, szuper gyerekek. Igen, hogy ez a hetes földünk, ez a baromi nagy föld, ez a miénk. Ráadásul... ráadásul van egy nagy kombájnunk, nagynak mondható kombájn. Van egy 9 méteres vetőr, nem kicsinek számít, ami kultizik és ugye meg mindent csinál. Van egy viszonylag nagy traktorunk, egy 280 lóerős traktorunk. Van egy másik traktorunk, meg van egy pótunk. Ez igazából, hogyha nagyon minimalizálod itt a dolgokat, akkor ez neked bőven jó, mert ezzel tudod csinálni folyamatosan. Ugye valószínűleg, hogy majd kell eke, hogyha az időszakos szántást te is bekapcsolva hagyod, de én azt ajánlom, hogy persze ilyenekkel lehetne könnyíteni a dolgokon, de én azt mondom, hogy ilyennel ne könnyítsünk a dolgokon, srácok, mert miért? Az már egy kicsit túlzás. Na nézzük meg, ugye. Nincsen semmi. Ugye nem ír izélyt se, szántás igényelt, meszet se ír. Úgyhogy jó. Ugye a mész kell hozzát, azt írja. De nincs azzal, nem kell azzal foglalkozni, nem kell attól félned, hogy... Most, hogyha én ezt felmeszezem, ami nem kéri a meszet, attól még nem lesz jobb a hozamom. Hogyha én ezt felszántom, ami nem kéri a szántást, akkor nem lesz jobb a hozamom. Ez mindig akkor, mindig nézd meg itt, és akkor ez akkor kell. Na. Ezt meg ugye érdemes akkor azt csinálnod, hogy gépi munkással indítod meg. Tehát akkor nem kell futkozni a magéja, nem kell vele szarakodni, hanem ő ugye veszi a magot. Igaz, hogy fogyni fog a pénzed, de hogyha veszed a boltba a magot, akkor is fogyni fog a pénzed. Szóval teljesen felesleges lenne az, hogy megtrágyázott 50%. Akkor ugye még egyszer kell majd trágyáznunk, mert még egyszer kell trágyáznunk, mivel úgy van beállítva akkor, hogy kétszer kell lenni fog. Egyszer, igen, 50%-os trágyázás van. Jó, akkor viszont még kell egy eszköz. Jó, hogy hagytunk egy kis pénzt, ilyenkor azért nem állt. Kellene nekem egy olyan, hogy Mütrágya Technology,
És egy olyan kell, hogyha már egyszer műtrágya technológiát veszünk, akkor vegyünk olyat, hogy sózni is lehessen vele. Mert ugye erre valószínűleg, hogy szükségünk lesz. Itt is érdemes a legkisebbet, nem kell költeni nagyobbra. És el is ugrunk érte akkor a boltba, jó? Ezek itt fetnek, mindent csinálnak, és igen, látjátok, hogy látni lehet itt ugye, itt mindig érdemes rámenni, hogy a gyom 0%, megtrágyazott 50%, szójabab, növekszik, jó, birtokoljátok, minden hír, ugye nem kell, szántás nem írja ugye a meszezést. Ezt itt hagyjuk, és ebből ugye kapásból ebből a földből jönni fog pénz nekünk, mert ugye, ugye babot fogjuk eladni, és nem is rossz áron majd, és abból nekünk lejönni fog a lóvé, mint az állat. Gyorsan elmegyünk akkor a izéért. Gyorsan lerúcsolunk a műtrágyázóért. Azért azt vettük, ugye itt megint ez egy ilyen univerzális szuc, ugye tudsz vele messzezni, és hogyha kell. Mindig van 23 ezrünk, és teljesen jól állunk, srácok, tényleg nagyon jól állunk. Mert mindjárt fog jönni be a kapásból, már ugye a babból pénz. És amit, ja, hogy mire költs, ugye, mire költs, az is nagyon fontos tud lenni. Mire érdemes költeni? Én azt mondom mindig, hogy minimum, ha több nem is kezdetnek, de kettő nagy földed jó van. Azért jó, hogyha van kettő nagy földed, mert egyébként ezt a traktor visszaugrathattam volna, de akkor tankolni kell, úgyhogy azért nem lett visszaugratva. Azért jó kettő nagy földet, hogyha van, mert akkor egyiken tudod megmunkálni, megművelni, a másikon tudod aratni, és akkor így folyamatosan így tudod váltogatni, ugye? A két földet ugye legyen egymáshoz közel, akkor nem kell két kombányt alkalmaznod, meg nem kell sokat utaznod, úgyhogy ezeket. Úgyhogy valószínűleg a hatos földet 400 valamennyi az elér fogjuk megvenni azután. Aha, várjál egy pillanatra. Megyünk már azért. Műtrágyát. Egyet veszünk itt, ugye? Megint annyi az egész. És akkor meg is töltjük vele, várja. Várja, valamit ide elcsöztem. Ja, jó, oké, csinálja. Honnan miért nem álltam elég közel hozzá. Oké. Itt is ugye nem veszünk többet, mert fogjuk magunkat, és szépen a GMP munkásra fogjuk. Ajaj, valamit elcsesztem. Állj! Valamit elcsesztem, kis időveszteség, egy percig tart az egész, bocsánatot kérek. Egy dolog, srácok, és ez fontos, és ez tényleg fontos. És ha nem akarsz sokat dolgozni, megint hatékonyságra ugye rá kéne mennünk, akkor ide ugye ezt konfigurálnunk kellene, és akkor bővítményekre, nem bővítmény, egy 6 méteres terítőegységet érdemes rávenni. Mert akkor az történik, megmarad benne az izé? Mert akkor az történik ugye, hogy sokkal szélesebben tudsz majd dolgoztatni vele. Igen, egy darab izé elég. Egy darab ládával vettünk gyakorlatilag 1000 liter. Gépi munkással csináltatjuk. Hú, most tényleg ebből biztos lehetnek viták, hogy hát akkor fogy a pénzed, meg minden, de nem kell azzal szórakoznod, hogy lefelfutkozol a cuccért, ugye. Nem kell azzal foglalkoznod, hogy lefelmászkázz a magért, a trágyáért, meg mindenféle csuda dolgért. Úgyhogy ez egy jó dolog. Egy dolgot meg akarok próbálni, nem vagyok benne biztos, hogy most le tudom-e trágyázni még egyszer kapásból vetés után, vagy nem. Ezt tényleg nem tudom, hogy működik 19-ben, hogy rá lehet-e küldeni még egyszer, vagy pedig egy növekedési fázist kell várni. Viszont ha egy növekedési fázist kell várni, akkor érdemes lett volna már vékony kerekeket küldeni erre a gépre, mert ugye nem annyira taposná ki, viszont nem annyit ki fog taposni, mert ez nem lesz egy olyan nagyon veszélyes, mert ugye egy szélesen szór ez a szóraegység, szóval elég nagy, hatalmas a terít, úgyhogy nem lesz olyan túl sok csík, amit ki fog csapni. Na nézzük, mi történik itt, mi folyik itt gyöngyösen. Elakadtunk? Elakadt a izénk? Elakadt. Valamit rossz helyre raktam a pótkocsit, vagy valami csodát. Nem csak ezt ide félre dobjuk. Ami olyan van a pótkocsi. Nem baj, legalább nem éri útól a kombányt, úgyhogy nincsen nagy probléma. Ja, jó, ide az út mellé lerakom.
Megnézzük a kombányban mennyi van. Aha, igen, mehetünk is hozzá. Jó, ez megcsinálja ezt. Nagyon jó. Oké, megyünk. Üritetjük a kombányt, úgyis lefele jön, kifele áll a csöve, ugye? Itt most már letaposás mód, úgymond, időzőjeles mód, mert már a játékban benne foglaltatik, de szerintem módnak mondja már majdnem mindenki. Még mindig benne a játékban, vagy most már benne a játékban, gyárilag. Szóval nem érdemes be úgy ürítened, ugye, hogy bevész a földre, mert úgy taposod ki ugye a saját cuccodat. Jelen esetben ugye a babot. Maskacok, egész jól megy a munka, ugye? Egyébként tiszta zöldbe vagyunk. Látom, kettő Johnny meg egy fent. Hát nem szándékos volt, bocsánat, kívánok. Tényleg, a tempomatot behetjük ugye... Egy mennyire, egy tízre. Hiszem tízzel arat. Elé állunk aztán, hadd szólja, hey haver, nyisd ki vissza, mert jövök, nem csak bénáztam, elnézést kérek. Kinyitott, vagy tudom én? Jó, az, oké. Jó, és ugye lassan mehet is eladásra, annyira nem kapkodunk. Nincs szükségünk kapkodás. Ja, és épületek. Gondolom írjátok, hát miért épületek nem lesznek? Hát kellene neked a ház, ahol alatol. Igazából nem kell. 5000-es gyorsítást kapsz, semmi más, nincs nagyon előnye annak a dolognak, hogy te most fogod magad, azt veszel egy farmházat, a sok százezerért. Nincs értelme a sírónak, nincs értelme. Főleg addig nincs, amíg nem akarsz nagyon komolyabban foglalkozni itt a dolgokat, tehát nem akarsz például raktározni magadnak. Meg ha akarsz raktározni magadra, van egy olyan trükk, hogy a vannak ezek a vasútnál lévő ilyen tárolók, amivel ugye a vasútban, nem is tudom, hogy be tudod tölteni, ott ugye tudod raktározni magadnak a szemet. Szóval le egy ilyen kis trükk, igaz távolabb van a helyettől, de még se került több százezerbe ugye egy csilló meg a bővítése, meg minden. Jó, oké. Okay. Jók vagyunk. Azt kellene kipróbálnunk, hogyha még egyszer rávetek most egyből, akkor az fog-e változni. Ezt ki fogom próbálni most, rácok. Oké, okay, elfértünk, jó. Azt ki is próbálom most, mert akkor egyből le is vetem az egészet. Nem hiszem egyébként, lehet, hogy egy növekedési fázist kell várni. Mert az úgy durva lenne. Nem tudom 19-ben hogy van, úgyhogy azért lesz ez kipróbálva most. Oké. Okay. Megindítom munkást. Aztán maximum akkor visszahúzzuk. Ahogy van. Megindítjuk a munkást. Mondjuk itt valahol. Mennyi halál? Elvileg kellene csinálnia. Szokta, nem? Rajt kell lenni. Ha, úgy látom, hogy ennek nincs érte. Nem. Majd most én megindítom magamtól. Na, szerintem lehet ki is taposom simán. Már most. Mindenesetre ránézek. Igen, valószínűleg a munkás azért nem csinálja. Mert ugye kell várni egy növekedési fázist. És meg is nézzük. Igen, jó, oké, következőben ez lesz. Nézzük meg a térképet, látni egyáltalán valamit rajt. Növekedés. Jó, növekszik. Jó lesz ez, srácok. Oké. Okay. Akkor még egy stádiumot fogunk várni, és akkor utána csináljuk azt tovább. Viszont, szerintem a izénk azok szélesebb, ugye? Úgyhogy kicsit váratni kell majd. Jó haladunk, srácok. Oké. Okay. Mennyi van a izébe? Pótkocsibe. Ez itt lehet hagyni. Akkor majd ugye egy növekedési stádium fog változni, akkor... Akkor kell megcsinálnunk ezt a dolgot. Ja, jön lefele a kombány, most fölfele megy. Ha jön lefele felé, leürítjük, és akkor valószínűleg már lassan tele lesz ez, és el is adjuk a babocskát. 15 000, ja, jó lesz ez nekünk. És le kell állítanom a izét. Hát, le kell állítanom, igen. Utána megyek itt. Amikor leér a földre, a vető azt leállítjuk, mert úgy látom, hogy ugye gyorsabban halad, akkor ne nagyon... legyen belőle probléma. Viszont ugye ez nem szántírás, hogy csinálom. Változók vannak a játékban. Például elképzelhető lett van, hogy kapásból most kell az időszakos szántás. Ugye azt nézd meg, mert hogyha úgy veted el, hogy időszakos szántás nem csinálod meg, el fogja vetni,
de viszont rosszabbod lesz a hozamod. Vagy pedig ugye, hogyha messzezést kér, és nem veszed le, rosszabb lesz a hozamod. El tudod úgyis petni, el tudod úgyis munkálni, mindent meg tudsz csinálni, megengedi, megcsinálja, csak szar lesz a hozam. Jó, ez egyelőre várjon. Átugrunk a... ide. Egyébként azt észrevettétek, hogyha mondjuk beállítasz egy nézetet ehhez, a traktorhoz, beállítasz egy nézetet ehhez, mondjuk ez így legyen így, és váltasz utána, akkor ugyanabban a nézetben fog visszaugrani? Ami baromira tetszik. Nem kell folyamatosan forgatni. Valamelyik traktornál mondjuk szereted azt, hogy hátsó nézetben játszasz, valamelyik traktornál szereted azt, hogy, hogy mondjuk így jól oldalon nézd, akkor ott oda fog váltani. Ami baromira tetszik. Ja, itt ezt le akartam állítani. Kicsit ide félre vonulunk. Ugye nem fogyott belőle semmi. Nem fogyott belőle sem a mag, sem pedig a trágya. Szóval ez egy ilyen szuper dolog ez. Egyébként nagyon kevés, nagyon lassan koszolódnak a gépek, azt vettem észre, de viszont azt észrevettem, hogy valamelyik gép meg belül is koszosodik. A taposó lemez, vagy szőnyeg, vagy gumiszőnyeg, az is így folyamatosan koszosodgat. Jó, most látszak, szuper. Igen, kombány ürítés, gyorsan jöjjünk le a traktorunkkal. Azt megcsináljuk, és akkor eladjuk azt a cuccot. Hát, látjátok, hogy mekkora hatalmas ez a föld, hát most összehasonlítatjátok azokkal a zsebkendő méretűekkel, amiket ugye legelőször felajánl a játék, hogy az vedd meg, nehogy az vedd meg. Inkább vedd meg még a hatos, még a hatos is, hogyha egy kicsit spórolni akarsz, ugye ez 200 000-re olcsóbb, viszont jóval kisebb, ugye itt van mellettünk, ott vannak. Ott van, ott ugye, ott látod. Ott van 6-os pont mellettünk. És ugye a 6-osnak következő földnek is jó, mert csak 400-valahány ezerbe kerül. Szóval az tényleg gyorsan össze lehet kubikolni, és valószínűleg azt fogom csinálni, hogy 6-os földet... 6-os föld... Ja, itt van szembe, az most ugye megmunkálva van csak. 6-os föld lesz a következő föld, nem? És egyből itt ugye tudunk... Meg utána ugye jöhet ez a 2, és akkor ez a 4 darab hatalmas földet baromira jól el fogsz boldogulni. Nem érdemes kicsi földdel kezdeni. Nehogy ott a jobb alsó sorokba, a térkép jobb alsó sarkába akarják kezdeni, mert ez nem lesz neked jó. Na, oké, srácok, látjátok, pont tele is lett ez a cucc. Érdemes, és viszont ez a 21 000-es pót, ez egy elég nagyon kellemes pót. Ugye 10 000-es kombájhoz bőven pont tökéletes. Na, figyeljetek, srácok, ez lett volna az első rész. Nagyon-nagyon rövidesen fogok jönni a következővel, és csinálunk egy ilyen nagyon pörgős tutorial sorozatot. Remélem tetszik nektek, ha ötleteitek vannak, hogy lehetne még finomítani, akkor írjátok le. A bérléstől én nagyon el vagyok zárkózva, szóval a bérlet, hogyha főleg olyan gépeket, ezek mind olyan gépek, amiket itt használok, amiket folyamatosan fogok későbbiekben is, mindig fogom ezeket használni. Lehet, hogy még 2 hét múlva is, vagy 1 hónap múlva is, mármint játékidő szerint, akkor érdemes megvenni, mert igazából többe kerül egy idő után a bérleti díj. Na, köszönöm szépen a figyelmet, várlak benneteket a következő részben, jók legyetek, sziasztok!